Azt gondolom, hogy sokszor uh, szegezik Püspök a kérdést, vajon az állatoknak van-e lelkük, vagy egyáltalán vannak érzelmeik. Hallgatónk elmesélt egy történetet, mi szerint volt egy kutyusuk, mely nagyon ragaszkodott a gazdájához, aki súlyos beteg lett. Kórházba került, majd haza, ismét a kórházba. Ez jó ideig így ment, majd egyik alkalommal a kórházban súlyosra fordult a gazdi állapota, és ettől a naptól a kutyus nem evett. Jó néhány napig tartotta a gazdának a súlyos állapota, ugyanez a nem evés a kutyánál. Majd a beteg visszaadta a lelkét a teremtőnek. A kutya búna keresztette a fejét. A kutya gazdájának a többi családtagja hiába kérte a kutyust, hogy egyen, nem tette. Amikor viszont meghallotta, hogy a gazdi holtestét a közben, közelben helyezték el, egyszer elkezdett enni, de ez csak néhány napig tartott, és alig pár nappal a gazdi halála után, bánatában, elpusztult a kutya is. Az állatorvos azt állapította meg, hogy a gazdája miatt pusztult el. Mit gondol erről, Püspök atya, miért volt ez így? Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem ott, hogy az állatok élete valóban csodálatos dolgokat tartalmaz. Például, ha gondolunk arra, hogy a vándormadarak egy számukra teljesen ismeretlen kontinest meg tudnak találni. Vagy egy majom képes arra, hogy a ketrecébe kívül jó messze egy banánt oda tesznek, egy ügyes bottal ö, oda tudja magához kotorni. Tehát úgymond tud eszközt használni a céljai elérésére. A delfinek nagyon kifinomult jelzéseket tudnak egymásnak adni különböző olyan ö, hullámokon, eléggé komplex üzeneteket, amelyek egy egészen kicsit hasonlítanak az emberi szavakhoz, nyilván gyökeresen mások. Nagyon csodálatos a méhek élete, a hangyáknak az élete, hogy a megszervezik a fűtést, a tápanyagszállítást, a munkabeosztást és mindent. És hát nagyon csodálatos ez is, ahogy egy kutya tud ragaszkodni a gazdájához. Vagyis szép és csodálatos ez a világ, az állatvilág, ez is a Teremtő és remek műve. És sok ember hajlamos arra, aki nagyon szereti az állatokat, hogy ezt ezzel a szóval illesse, hogy lélek. És én hat kezdjem ott, hogy azt gondolom, hogy a, a probléma gyökere az, hogy nem használunk tiszta, világos fogalmakat. És éppen ezért most nem ezt a szót e, hoznám elsőként, hanem először is azt szeretném leszügezni, hogy minőségi különbség van Ember és állat között. Ahogy a minőségi különbség van, például az élettelen anyag és az élő anyag között. Itt is lehetne azt mondani, hogy milyen csodálatos, hogy már az élettelen anyagban vannak nagyon különleges és szinte az élethez hasonló jelenségekből. Vannak olyan anyagok, amelyek be tudnak rendeződni gyönyörű kristály szerkezetbe. Tehát, ha nyugalomban hagyjuk őket, egy idő után egy olyan gyönyörű kristályrács alakul ki, az ember majd, hogy nem azt mondja, hogy ez az anyag él, megtalálja a helyét, és ezt a gyönyörű rácsot kialakítja. Vannak olyan folyadékok, amik egy ilyen kicsit keményebb burkot vagy héjat alakítanak ki a felszínükön, amik sokkal a víznek is van egy ilyen felszíni hártyája, de vannak folyadékok, ahol ez még erősebben megjelenik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy egy növény, például, tehát egy élő lény minőségileg más tud, mint egy élettelen anyag. A növény képes szaporodásra, vagyis magához hasonló élő egyedet tud létrehozni. Képes a napenergiáját magában használni, és ebből építkezni, fűteni önmagát, tápanyagot szállít. Tehát nyilvánvalóan minőségi különbség van élettelen és élő anyag között. Éppen így lehet ö, egy pár szót szólni a növény és az állat közötti kapcsolatról. Itt is valaki mondhatná, hogy milyen csodálatos, hogy már a növények is éreznek. És ebben valóban van igazság. Tehát valóban valami az állati létnek a, a gazdagságából már csíraszerűen megjelenik a növényi létben is. Például vannak ilyen kísérletek, hogy egy növényházba mondjuk bemegy egy ember, és ott rettenetes kárt csinál, mondjuk lekaszabol egy csomó virágot. Egyes növények, hogyha ez mondjuk kétszer-háromszor megtörténik, és utána ugyanaz ember belép a növényházba, megérzik, és úgymond megrettennek. Tehát vannak olyan reakcióik, amik mutatják, hogy érzik, hogy itt veszély van, és valami fajta kémiai reakciót emiatt produkálnak. Ennek ellenére nem kellene azt mondani, hogy nincs lényegi különbség a növény és az állat között, mert van. Az állat például képes, legalábbis az állatok nagy részen látni, helyváltoztató mozgásra képes, és sok minden másra, amire a növény nem. Éppen így van az ember és az állat közötti különbség is. Annak ellenére, hogy ámulatba ejtő néha, amit egy állat meg tud tenni, akármit itt a kedves hallgató elmondott, hogy ez a kutya mennyire ragaszkodott a gazdájához. Ez egy valóban gyönyörű, és valóban lehet akár érzések csirájának nevezni a kutya életében. Ezzel együtt vannak dolgok, amik az állatból gyökeresen hiányoznak. Tehát, hogy minőségileg az emberi életben magasabb rendű. Leges leginkább ilyen az ember öntudata, szabadsága, döntése, értelme. Az, hogy az ember látja a jövőt, tud tervezni. Hadd mondjam erről a legbanálisabb példát, amit talán már említettünk más ö, témák kapcsán: ha egy disznó tudná azt, hogyha egy bizonyos súlyt elér, akkor őt le fogják vágni. Akkor egy hatalmas fogyókúrába kezdene, hogy az életét megmentse. De erre az állat képtelen, tehát nem tud előre látni. Nem tudja összerakni ezt a mozaikot, ami a társaival történik, és hogy ez miért történik, és hogy ő hogyan tudná ezt megelőzni. Azt, amit a legegyszerűbb ember, egy természeti népnek a, a legegyszerűbb fia, nagyon hamar összerak a fejében, azt az állat nem tudja megtenni. Tehát van lényegi különbség, van minőségi különbség ember és állat között. Az talán egy másodlagos dolog, hogy ezt hogyan nevezzük ezt a különbséget. Magyar nyelven leginkább azt, ami az embert megkülönbözteti az állattól, ezt így szoktuk nevezni, hogy lélek. Azonban vannak nyelvek, ahol nem így nevezik. Például, ha valaki latint tanult, akkor de angol nyelvben is a fülünkbe fognak csengeni ezek a szavak, latinul az, hogy lélek, úgy mondják anima és állat, így mondják, animál, tehát lelkes lény. Vagyis a latin gondolkodásban az állatnak úgymond van lelke. Nyilvánvalóan ez azért van így, mert a latin nyelv a különbséget az ember és az állat között nem ezzel a szóval fejezi ki, hogy lélek, hanem elsősorban ilyenekkel, hogy ráció, vagy intellektus, tehát szellem, az emberi gondolkodás. Összefoglalva nyilván, tehát az a szellemi minőség, amit magyar nyelven így szoktunk nevezni, hogy halhatatlan lélek, vagy öntudat, szabadság, döntési képesség, szellem. Ez az állatnak nincs. Ez a minőségi különbség állat és ember között. De egy állatnak érzései, emlékképei nagyon is vannak, különösen bizonyos legfejlettebb állatoknak. A csírája, úgymond az emberi léleknek, vagy érzéseknek megvan már az állatban is, akkor is, ha a kettő között minőségi különbség van. Akkor mondhatjuk, hogy ez az állat valamit érzett, hogy a gazdájával nagy baj van. Abszolút igen. Tehát egy állat, mondjuk egy kutya nagyon tud kötődni a gazdához, és nagyon tud örülni. Akkor, ha a gazda örül, nagyon szomorú, ha a gazda szomorú, nagyon megijed, ha a gazda mérges. Tehát ezeket az érzéseket abszolút át tudja venni. És elpusztulhatott azért, mert meghalt a gazdája. Azt gondolom, igen.